Elindult az egykori indexesek új lapja, a Telex. A portál újságírói július 24-én, két nappal főszerkesztőjük Dul Szabolcs kirúgása után döntöttek a felmondás mellett. Nem sokkal ezután azt is bejelentették, hogy új portált indítanak. Erről is beszélgetünk Lakner Zoltánnal. Akinek jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttél. Mint jelen főszerkesztő is kezdjük ezt a beszélgetést. Biztos láttad ezeket a fotókat a Telex honlapján az indulás pillanatairól, ami, én őszinte leszek, egészen libabőrös érzés volt ezt látni, mert hogy ugye láttuk bő egy hónapja azokat a fotókat is, ahol sírva borulnak egymás vállára, de utána azonnal az ugrott be, és hogy tudjuk, hogy nagyon sok millió forint támogatást összeszedtek, hogyha most az ember elkezdi kiszámolni, hogy hányan próbálnak támogatást összeszedni, ti is így indultatok a jelen, hogy kértek, ugye a tartalmakért fizetni kell, az online tartalmakért is. A 444 is kér, a Mérce is kér, az Átlátszó is kér, Telex, ugye a Klubrádió most kifejezetten nehéz helyzetben, a HVG-nek is van már egy fizetős tartalma. Hát ehhez már egy magas fizetés kell, hogy valaki ennyi helyre adjon, és ugye nem ez a jellemző. Hát először is akkor gratulálok, így van, hogy a telexesek el tudtak indulni, és egyébként ezt a libabőrözést én is át tudom érezni. Hát mi mondjuk nem voltunk, nem tudom, 70-en a szobában, amikor 4 hónappal ezelőtt elindultunk, de egyébként hasonló érzéseink voltak nekünk is, úgyhogy én tényleg érzelmileg is ezt át tudom élni, ez egy nagyon fontos pillanat. Ami a pénzkérés illeti, azt jó, hogy igen, kiegészítetted, mert hogy mi egy picit ugye más csinálunk, a miénk az inkább a HVG 360 hasonlít abból a szempontból, hogy mi egyszerűen csak azt mondtuk, hogy hát fizetős tartalom van az oldalon, tehát az online felületen is, és nem csak a nyomtatott lap kerül pénzbe. Tehát így mi nem akartunk pénzt gyűjteni, ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen megfontolásbeli, stratégiabeli döntés volt a részünkről, hogy a késztermékért szeretnénk pénzt kérni az olvasóktól. De kétségtelen, hogy tehát a fizetőség, mint elv, és annak a tudatosítása, a független média, a hírek, a valódi hírek fogyasztóival, hogy hát ez bizony pénzbe kerül, és ezt nem hát egy ilyen felhőből lehívjuk, vagy hát a felhőbe oda kerül valahogy. Ez úgy tűnik, hogy ez egy fontos folyamat, és nyilván az azért számít, hogyha mondjuk van egy olyan típusú történet, amilyen a volt indexeseké, akkor ez talán sokkal több emberben tudatosítja azt, amit azért szerintem mi egy ideje sejtünk és tudunk, és amit mi a jelennel nyilván sokkal, hát hogy mondjam, kisebb léptékben, mert ez nem egy 70, hanem egy 15 fős szerkesztőség, és más elgondolásaink is vannak arról, hogy mit szeretnénk csinálni, de hát ezen gondolkodtunk mi is, és az egész dolgot, amit felépítettünk. De ennyi független orgánumot ilyen állapotában ez a magyar társadalom el tud tartani? Ez egy reális elvárás? Hát amikor... És elbukunk, hogyha ezek a vállalkozások némelyike elbukik? Mert hogy nem lesz rá pénz? Hát ez azért egy furcsa dolog, tudod, hogy erről beszélgetünk, mert persze a média is ugyanúgy egy piac, mint nagyon sok minden egyéb. És hát egy ilyen nagyon furcsa helyzetben kell tevékenykedni, tehát ahol lasszóval kell fogni a hirdetőket, tehát, hogy nem lehet valódi piaci viszonyokat valójában előállítani, de egyrészt én komolyan gondolom azt, és erre utaltam, hogy amikor mi elindultunk, tényleg komolyan gondoltuk azt, hogy a szabad médiának jót tesz, hogyha színesedik. Ez ki fog derülni valójában, hogy mennyi ilyen orgánumot, rádiót, tévét, újságot tud eltartani az a közönség, amelynek a kegyeiért versenyzünk, abban lehet talán reménykedni, hogy ez azért a minőségben valamilyen felhajtó erőt jelenteni fog, és nem abba fog beleragadni az ország, hogy a propaganda meg az ellenpropaganda kiabál egymásra. És ha ezt a helyzetet kitágítjuk, és már nem csak a sajtóról beszélünk, hanem mondjuk az Igazgyöngyről, mondjuk a hátrányos helyzetű iskolákról, mondjuk Iványi Gábor helyzetéről, tehát nagyon-nagyon sok olyan ügyről, ami most nem maradna a víz felszínen, hogyha nem kapna civil támogatást. Ez igaz, ugye az ő helyzetük szerintem annyiból súlyosabb, hogy ők olyan tevékenységet látnak el, ami nem abban az értelemben közszolgálata, hogy mi mondjuk közszolgálatnak tartjuk, hogy híreket és megalapozott véleményeket közlünk, hanem hát ők olyan tevékenységet folytatnak, az oktatást például, vagy olyan szociális támogatást nyújtanak, ami állami feladat volna. Eleve az, hogy nekik azon a módon kell működniük, és annyira fontossá vált a feladatuk, az rögtön egy állami működésbeli diszfunkcióra utal, és az egy külön cinizmus, hogy láthatóan, tényleg nem tudok más mondani, ezzel szórakoznak,
a nem létező oktatási tárcánál, vagy oktatási államtitkárságnál, hogy mondjuk ezektől az intézményektől direkt pénzt vesznek el. Nagyon nehéz ez szerintem emberileg, de akár szakmailag is megmagyarázni, és hát igen, valóban feltétlenül ugyanaz a közönség kell, hogy az érzékenységét latba vesse, és hát az anyagi lehetőségeit latba vesse. De erre be lehet rendezkedni? Nem, szerintem... Vagy éppen azért lehet büszke magára ez a civil társadalom, hogy igen, megmenti büszke, a számára fontos... Rá, egyébként szerintem ennek az egész korszaknak, amiben most élünk, ez egy fontos fejleménye lehet, hogy miközben itt évtizedek óta jogosan beszélünk arról a rendszerváltás idején, 30 évvel ezelőtt is beszéltek arról, hogy ez egy gyengesége lehet a magyar demokráciának, hogy nincs elég erős civil szféra, nincs egy a lábán állni képes anyagi forrással, szabadidővel és demokratikus gyakorlatokban való jártassággal rendelkező civil szféra. Hát lehet, hogy ennek a korszaknak az lesz a pozitívuma, hogy kényszerből kénytelen kialakulni. Én nem tudom neked megmondani, hogy ez mikor ér el eredményt. Az egészen biztos, hogy talán arra rá lehet jönni, hogy ezek a különböző ügyek nagyon erősen összefüggenek, és hogyha az ember mondjuk nem azt gondolja, hogy a szegény gyerekeknek, vagy a szegény roma gyerekeknek az az egyetlen útja, hogy adományokból kell valamilyen oktatást nyújtani a számukra, hanem talán ez egy állami feladat volna, akkor egy nagyobb léptékű változásra van szükség, és nem pusztán... Viszont vannak olyan területek, ahol bármilyen szép példáit látjuk a szolidaritásnak, és akkor most itt a színművészetire gondolok, ami tényleg lenyűgöző pillanatokat szerzett az érintetteknek is, meg mindenkinek, aki szurkolt itt. Hát bármennyire is szeretné a szimpatizánsi kör, nem lehet színművészeti 2.0-át civil adakozásból és civil akaratból csinálni. Én úgy látom, hogy az állam sem tud színművészeti 2.0-át csinálni. Illetve ugye most van egy új, és ezt akarom valójában kérdezni, hogy most van egy új próbálkozás, ugye Szarka Gábor megjelenésével az új kancellárra, aki egyszer megmondta, hogy amíg nem engedik be az épületbe, és ott nem írhatja alá a papírokat, addig nem lesz fizetés. Ez egy új hang, nem? Meglátjuk, hogy ez mire fog vezetni. Én őszintén szóval. Ugye az ember elemzőként néz rá ezekre a helyzetekre, nyilván mindenféleket gondol, meg érez valakikkel együtt, meg valakik ellen. Én azért nem azt látom, hogy egy mesterterv szerint bonyolítja a kormány ezt az egész dolgot. Eleve egy nagyon, hogy mondjam, kicsit vicces helyzet, hogy hiszen a kormány rábízta a kuratóriumra működtetést, tehát nem tud közvetlenül beavatkozni. Ez szóval kicsit egy ilyen saját maga által ácsolt, vagy nem tudom, mit csinálnak a csapdával. De csapda helyzet, amiben benne van. Így letolhatja ezt a problémát. Hát letolhatja, de nem, nagyon közvetlenül beavatkozni sem képes. Azon kívül én nem akarok senkit alábecsülni, azért nekem nem úgy tűnik, hogy ez az új kancellár, akit most sikerült elővenni, tehát Hende Csaba volt kabinetfőnöke, egy olyan csúcskádere lenne a NER-nek, aki egy ilyen elintéző emberként föl tudna mutatni olyan eseteket, hogy oda mensz, vagy nem egy Gál András Levente, hogy úgy mondjam, ha ez mond valamit a nézőknek, akire így rá lehet bízni dolgokat, és akkor a maga sajátságos stílusában rendette ezt. Tehát azért ez egy hosszúra nyúló történet, nekem inkább az a benyomásom, hogy az elszántságot fokozta most inkább ez a kancellárcsere, illetve a rektor helyettesek kinevezésének a módja, talán a személyük is, hogy sokan csalódtak ő bennük is, akik a szakmában őket ismerik, szóval lehet, hogy ez inkább csak meghosszabbítja az ellenállásnak. Jó, és akkor amivel kezdtük, tehát, hogy a civil társadalom felhajtó erejes támogatása itt az SZFE ügyben azon felül, hogy mondjuk egy élőláncba mennyien állnak be, és mennyi papírtörlőt, WC-papírt, meg ásványvizet visznek be az épületbe, bárhol még hozzá tud tenni? Hát hozzá tud tenni, szerintem ennek egy nagyon komoly mintaadó funkciója lehet, tehát itt tényleg olyan dolog történik, ami nem történt az elmúlt 10 évben, és olyan messzire megy ez a tiltakozás, most már 2 darab épület foglalással, plusz sztrájkkal, ugye az épületfoglalás ez egy polgári engedetlenség, a sztrájk az egy törvényes eszköz, tehát mondjuk annyiból is érdekes, hogy a kancellár most a fizetés megvonással fenyegetőzik, mert egyébként akik sztrájkolnak, azok tudják, hogy nekik arra az időre nem jár munkabér, és nagy részt a belsős oktatók igen nagy része az sztrájkol. Az inkább aggasztó az én számomra, hogy az egyetemi szférából nem álltak olyan módon a színművészeti mellé, hogy mondjuk máshol is sztrájkolnának a velük való szolidaritás kifejeződés. Hát de hát még a molinókat, meg még a piros fehér szalagokat is levetették. Ez a dolog aggasztó, tehát hogy megint ott állunk, hogy az éppen aktuálisan tiltakozók, mert azért több ilyen tiltakozási hullám volt az elmúlt 10 évben, azok nagyon bátrak, nagyon okosak, nagyon elkötelezettek, és egy csomó új dolgot kitalálnak, de közben azok a
azok a más érintettek, akikkel egyébként ugyanaz már megtörtént, vagy meg fog történni, azok nem emelik fel a hangjukat, vagy legalábbis nem szerveződnek. Meg lehet, hogy hát individuálisan ők azok, akik ezeket a pénzeket befizetik, meg ők viszik oda az ételt adott esetben, de nincs egy szervezett támogató tiltakozás. Az orvosi béremlésre nem jutott idő, de majd legközelebb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.